A most következő műsorunk megtekintése 12 éven aluli nézőink számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott. A vendégem a stúdióban olyan ember, akiről nem sokat tud a közvélemény, ritkán áll ki a nyilvánosság elé. Azt mondja, hogy aki dolgozik, az nem jár rá szerepelni, vannak arra elegen. A stúdió vendége egy szerintem sikeres ember, dr. Beck György, a Vodafone Magyarország elnöke. Vízilabda. A nézők szokták, gondolom, nézni a televízióban, van, aki kijár egy szodába, aktívan űzte ezt a játékot, és ha jól tudom, aktívan űzi ma is. Igen. Mi ez a szerelem? Honnan ez a szerelem? Hát valóban a vízilabda egyik családi indítás. Édesapám is Cegléden, ahol születtem és ahol fölnőttem, a vízilabda összefogója volt, vízilabda edző, szertáros, minden, és aztán automatikusan... Hát szinte azt is lehet mondani, hogy megteremtője talán a ceglédi vízilabdának. Automatikusan én is vízilabdás lettem kiskoromtól kezdve, és hát barátságok szövődtek, és azóta is ezek megmaradtak. És a vízilabda pedig egy jó sport, amit azért lehet szeretni, úgyhogy én szeretem. Jó, de hát ez egy elég férfias sport, és aztán van az egyetem, ahol a matematikát választotta. Hát én nem nagyon látok átjárást a kettő között. Miért épp a matematika? Hát ez a másik szerelem, ugye mindenkinek általában nem csak egy szerelme van, úgyhogy valóban egyik dolog volt a sport, a másik pedig a matematika. Egészen kiskoromtól kezdve szerettem a számokat. Olyan 4-5 éves lehettem, amikor a nagyapám, akinek János Almán egy kis faluban volt egy kis fűszerzete, bevitt oda, és megkért, hogy akkor segítsek neki, és hát egyszerű volt valahol a zsákok emelése helyett összeadni a számokat, és hát hasznosabb is volt, és hát nagyon jó is ment, és szerettem, és hát nem sok hibát vétettem az összeadásba, úgyhogy a matematika az már innen egészen kiskortól indult, és aztán később folytattam. Ugye az egyetemen a matematika, az onnan már egyenes út a számítógépek, a szoftverek világa, vagy ez azért akkor mondjuk két és fél évtized ezelőtt nem volt még olyan természetes? Nem, hát igazából az egész történet az valahonnan indult, hogy szeretem a matematikát, és abban az időben, amikor tanultam középiskolában, akkor gondoltam, hogy hosszabb távon is érdemes lenne matematikával foglalkozni. Tehát matematikával kifoglalkozok, egy matematika tanár. Úgy döntöttem, hogy tanár leszek. Szerencsére, a diákonos szerencséje végül is annyi történt, hogy olyan harmadik vagy negyedik gimnáziumban jártunk, amikor egyik osztálytársamnak a bátyja bejött oda, és beszélgetett ebben a lányjal, aki aztán, amikor elment, kérdeztem, hogy mit csinál a bátyát. Mondta, hogy matematikus. Mondtam, hogy matematikus. A matematikus az csak matematikával foglalkozik, nem tanít, csak számokat. Mondom, ez az én pályám, és ezek után valóban a matematikát választottam, és hát sikerült is az egyetemre jutnom. Ott egy jó darabig elméleti matematika volt a központ, de utána valahol a számítógépek megjelentek, és ebben az időben azért még a 70-es években valamilyen szinten a számítógép szakemberek, azok a matematikából érkeztek, tehát mi is egy picit elkezdtünk a matematika mellett számítógépekkel is foglalkozni. Kalmár Laci bácsi volt az analízis tanárunk, aki ugye egyik megalkotója Magyarországon a számítástechnikának. Nagyon sokat tanultunk tőle, és hát ott ismerkedtünk az informatikai alapjaival. Nyilván ez más volt, hát az a számítógép, amivel dolgoztunk, MINSZ 22 névre hallgatott, és körülbelül enni a terem kétszer nagyobb volt. Gépi kódba írtuk be, és pár kilobajt memóriája volt. A mai számítógépek nyilván összeset hasonlítani. Itt kezdtünk el tanulni, és aztán utána egyre többet tudtak a gépek, és egyre kisebbek lettek, és eljutottunk a mai időszakon, ami egészen más világban. Az, hogy a vízilabdát megkedvelt, egyrészt ez egy csapatjáték, ezt lehet róla tudni, másrészt azért kell hozzá némi erő, elszántság, némi bátorság is, és hát persze nem árt tudni, hogy hol a labda nyele. De hát azért ennek a csapatjátéknak azért a siker a célja. Ez egyébként a pályát is meghatározta, ez a sportból jön, vagy ez úgy otthonról, hogy a sikert jól elérni, jó sikeresnek lenni.
Azt gondolom, hogy valahol valami fajta családintatás ebbe is van, tehát amit elkezdtünk az ember, hogy a szelet tett benne, sikeres tenni. Én alapvetően egy versenyző típus vagyok, szeretek majdnem mindenütt ott vagyok nyerni, és a vízilabda is egy ilyen dolog volt. Egyébként nagyon érdekes, hiszen aztán a vízilabda ugye megmaradt mai napig, de azért a fő munkám az valami másfajta, tehát nagy cégeknek a vezetése. De nagyon sok átjárás van a két dolog között. Éppen ezért kérdeztem, hogy... mértékben, hiszen egyébként a különböző cégeknél dolgoztam, ugye kellett egy szponzorállandó, egy támogatandó sportákat választani, és ugyan nekem megvolt a vízilabda szerelmem, de ez nem úgy működik egy nagyobb cégnél, hogy egy valaki valami szeret, és utána azt támogatjuk, hanem egyszerűen tudományos alapon meg kell nézni azt, hogy melyik az a sportág, amit lehet és érdemes valahol támogatni. A kritériumok azok voltak, amit kerestünk, csapatsporták, hiszen mi is csapatjátékot próbáltunk játszani. Nemzetközi minőség, tehát az a minőség, ami az egész világon fölvállalható, értelmes, okos emberek, az eredmények munká után jönnek, nem se szerencsével, és hát ahogy szűkült a kör, egyre inkább szerencsés lettem, hiszen körbenéztünk, és azt láttuk, hogy ez csak a vízlabda, az a sportág, amit érdemes fölvállalni. Tehát azért volt némi beggyörgyös is, nem? Tehát azért picit úgy besegített a szerencsének, hogy ez a vízilabda legyen. Igazából azért körbenézünk, és főleg ma már, ugye ha most körbenézünk az olimpia, ami ugye nem sokán lesz Londonban, nagy valószínűséggel csapatsportákban lehet, hogy csak a vízilabda jut ki. Tehát ugye még a kézilabdásoknak van egy kis esélyük, illetve a vízilabdásoknak, és kész. Tehát gyakorlatilag, ha most valaki egy csapatsportágat keres, akkor igazából tényleg a vízilabda van. Ráadásul ugye amikor már az utolsó munka fázisban voltam a Vodafone-nál, ugye egyik nagy versenytársunk, a Pannon Teller, ugye a kézlabdát és a hokit elvitte, tehát még inkább szűkült ez a kör, amit választhattunk. Tehát mindenféleképpen valahol a vízilabda az nagyon sokat segített nekünk, és hát most már elég régóta támogatjuk a vízilabdát, és nagyon-nagyon jó a kapcsolat, nagy az átjárás. Kemény Dénes, aki a vállalatot edzője, elég sok előadást, beszélgetést tart nekünk. Fölmerült nálunk is, amikor már elég régóta voltunk piacvezetők, hogy hogy lehet még tovább motiválni magunkat, az embereket, hogy még újra nekiállni, tanulni, gyűrközni. És hát ugye tipikusan egy olyan kérdés, amit Kemény Dénesnek kell ma föltenni Magyarországon, hiszen ő az, aki ráveszi a játékosokat, hogy három olimpiai aranyérem után meg újra küzdjenek és hajtsanak. Tehát ilyen átjárhatóságokban megvolt a két a munka és a sport között. Ami a munkát illeti, ugye itt először kisebb magyarországi cég, aztán jön egy nagyobb, amelyik bekebelezi, vagy társul ezzel a kisebbel, itt is vezető, ott is vezető, aztán a következő már egészen nagy cég, sőt már egy kelet-európai és annál távolabbra is tekintő cégnek a vezetőjévé válik, és minden itt jönnek a sikerek. Ez oda be van írva, hogy tényleg csak a siker számít, csak a siker jó, és egyébként hogy lehet igazán a sikert elérni? Hány emberen kell átgázolni, szokták kérdezni? Én azt gondolom, és azt hiszem, hogy én nem vagyok, vagy legalábbis én azt hiszem, és nem is kaptam én visszajelzéseket átgázolós típus. A siker nálam, a siker legfontosabb összetevője a nagyon-nagyon sok munka volt, illetve a valamilyen szinten szerencsés csapatválasztás. De mindig hozzá kellett nyúlni a szerkezethez, mert csak úgy lett jobb a termelékenység, hogy az addigi rendszert át kellett valahogy igazítani. Ilyen valahol, hogy kellett egészen kisebb, illetve sokszor radikálisabb változásokat csinálni. Emlékszem, egyik talán legradikálisabb változás az volt, amikor még a nagyjából 15 évvel ezelőtt, akkor már egy nagy világcég, a Digitálnak a magyarországi lányvállalatát vezettem, és hát ugye a Digitál 115-120 országban egyfajta egyen struktúra szerint dolgozott, minden egyes lányvállalat hasonló struktúrában, hasonló metodussal dolgozott, és akkor én látva, hogy ez hogy működik, és látva azt, hogy együtt összemérnek bennünket a német, angol vagy ausztrál lányvállalattal, ahol azért sok ezer ember egészen másképp dolgozott,
Én azt gondoltam, és azt láttam, és el is kezdtem utána mondani, hogy mi lenne akkor, hogyha mi bennünket, és nem csak bennünket, a kis országokat egészen más modell alapján kezdenének el mérni. Mert mi azért mások is vagyunk? Kicsit mások is vagyunk, de igazából a fő különbség az volt, hogy még mondjuk egy Németországban bizonyos dolgoknak a bizonyos mérőszámnak a kimérésére is 8-10 ember tudott foglalkozni, hiszen voltak olyan sokan, nálunk az egész csak egy fél ember jutott. Sok esetben nem volt érdemes bizonyos méréseket, bizonyos paramétereket mérni, és azt kezdtem mondani a vezérkarnak, hogy mi lenne, hogyha ezek a kis országokat egy kis ország modell szerint kezdenénk dolgozni, vagy hagyni, vezényelni, azt mondani, hogy a 16, 20, 50, 100 különböző mérési pont helyett 5 alapdolgot kilőnénk, azt mondanánk, ez az 5 dolog, ami fontos, összes többi pedig teljes szabadság, hiszen kicsik vagytok, sokkal hatékonyabb lesz. Hát először rettentően meglepődtek a dologtól, hiszen azért főleg egy ilyen cég vezetésében nagyon értelmes emberek vannak, de nagyon próbálnak egy ilyen dobozokba gondolkodni, és amikor azt látok, hogy ez a doboz, ez valami kerek doboz lenne, ettől egy picit megijedtek, de aztán egy idő után sokat beszélgettünk, és rájöttek, hogy tényleg, hát ez miért ne? Úgyhogy ezt az egész új módszert azt végül bevezették az egész világon, és hát később, mikor váltottam, és a digitálból átmentem a kompakból a HP-ba, mindenütt sikerült ezt az új megközelítést megborítani, és hát a Vodafone-ba is most az elmúlt időszakban már a Vodafone elnökével ebből a témáról sokat beszélgettünk, úgy tűnik, hogy itt is meg fog történni ez a változás. Ez nem a reklám helye, de hát ugye a Vodafone Magyarország elnöke ment az utcán, benyújt a zsebébe, nincs csak ez egy rádiótelefon. Hát persze Vodafone. Szóval hogy lett ebből Vodafone? Hát hiszen a szoftvertől eljutni egy mobil világig, ez azért megint egy másik kacskaringó az úton. Igen, és azt lehet mondani, ahogy a kacskaringó ez egyáltalán. Azt gondolom, hogy itt megint a egyéni szerencse. Tehát én úgy érzem, hogy alapvetően szerencsésnek tekintem magamat minden szempontból. A család, a szülők, a feleség, a gyerekek, ilyen szem az egyik dolog, ahol én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok. A munka fronton pedig igazából azt gondolom, hogy ugye matematikusként kezdtem el, de azért valamikor a 70-es években az látszott, hogy ez az informatika lesz, ami jön. És egy egészen új dolog lesz, hogy megváltoztatja valamilyen szinten a világot körülöttünk. És hát én szerencsére pont éppen ott itt voltam, és ezt kezdtem el nézegetni. És hát ennek az a következménye, hogy ráadásul komoly nagy cégek, magyar és nemzetközi cégekbe fontos szerepet játszottam. És hát lehetőségem volt ezért, hogy ezeknek a változásoknak, amit az informatika az elmúlt időszakban, évtizedekben átalakított, annak aktív részese lehettem. Tehát részt vettem az első, a magyar tőzsde informatikai rendszerek kialakításában, a magyar adóhivatal, nem minden kerül neki, vámhivatal. Igen, ez egy súlyos hiba is lehetné, igen. A bankrendszer, az első bankoknak az informatikai rendszerét mit csináltuk, a távközlés informatikai rendszerét, a energiaipar, tehát fantasztikus dolgokat tudtunk. Részt vettem az első PC megkonosításában, az első magyar szoftvereket a PC-kre mit csináltunk, tehát gyakorlatilag mindenben részt vettünk, és hát én ráadásul ugye lépegettem különböző nagy nemzetközi cégekben, és hát valamikor 2006 környékére már majdnem minden nagy céget megjártam, és hát majdnem minden, azt gondolom, hogy sikerült azokat a dolgokat elvégezni, amit terveztem. Akkor éreztem úgy, hogy hát érdemes lenne újra váltani, és hát miután majdnem minden informatikai cégnél jártam, akkor a HP-t vezettem, ami a legnagyobb, legerősebb cég volt. Hát úgy gondolom, hogy én váltok, és az informatikában maradok, akkor előbb-utóbb a saját kollégáimmal kell versenyezni, ami két szempontból reménytelen. Egyrészt olyannyira jók, hogy hát úgy lehet őket legyőzni, másrészt meg egyébként sem tűnt jó dolognak, hogy valahol versenyeznek a régi dolgaimmal. Ekkor döntöttem úgy, hogy akkor iparágat váltok. És hát iparágként körbenézve is úgy gondoltam, hogy hát egy olyan iparágat kellene váltani, ami
egy kicsit más, mint az informatika, de nagyon más. Másrészt megint valahol a változások kellős közepén van, és hát ebben eléggé egyértelműen kijött a távközlés, hiszen, és a mobil távközlés, hiszen ma a mobil távközlés olyan szinten az elmúlt 4-5 évben olyan szinten változtatta meg az emberek életét, a lehetőségeit. Hát kicsit, hogy, mint a számítógép. Hogy igen, ez új lépés volt, és hát tehát még 2006 végén még úgy döntöttem, hogy akkor váltok, akkor végül is körülnézve a piacon az látszott, hogy ugye akkor is, és ma is 3 mobil szolgáltató van, a 2-nél volt éppen ősedés, és a 2 közül végül is a Vodafone tűnt számomra szimpatikusabbnak. Dinamikusabbnak vagy szimpatikusabbnak? Dinamikusabbnak tűnt, egy egészen újfajta kihívás látszott, hiszen a Vodafone anyacége, a világ legnagyobb mobil cége, viszont Magyarországon miután a 2 másik szereplő után 5 illetve 10 évvel érkezett, ezért lényegesen kisebb. Tehát egy olyan kihívás volt, hogy akkor most nem egy domináns vezető céget vezetni, hanem egy kisebb céget, és ott lépegetni előre, úgyhogy végül is ez az egyik szempont. A másik szempont az volt ugye, hogy hát szerencse mind a két helyről hívtak, ezek után le tudtam menni a Vodafone akkori elnökéhez, és mégis megegyezni vele, hogy azokat a feltételeket, amit én kértem, azt ők megígérték, és ebbe is tartották. Én ugye azt kértem, hogy kapjak szabadságot, tehát hogy valahol itt egy döntéseket én hozzam meg. Azt kértem még, hogy amennyiben lehetséges, akkor hozzanak ide Magyarországra befektetést. Ugye majdnem minden multicég után különböző helyekre teszik ki a gyártást, feldolgozást, és azt kértem, hogy lehetőleg... Ezt korábban is el tudta égni egyszer-egyszer. Igen, azt kértem, hogy ez valahol Magyarországra. Én a harmadik pedig azt kértem, hogyha találunk olyan céget, amit érdemes megvásárolni, akkor ez adjanak pénzt. Mégis mind a 3 feltételt elvállalták, és megígérték, és hát azt tudom mondani, hogy most 5 év után, hogy gyakorlatilag be is tartották. Az élete sarokpontjai akkor, tehát matematika, munka, család. És nyilván van azért ezen belül egy sorrend is, ezt most nem is feszegetném, szerintem sokak számára világos, hogy mi a sorrendje, de azért a munkáját is elismerték. Hát most nem akarom felsorolni, itt néztem a jegyzetem, egy tucatnyi mindenféle díjat kapott, kisebbet is, nagyobbat is. Van olyan, amelyikre igazán büszke, amiért úgy gondolja, hogy meg is dolgozott, meg is érdemelt, és nagyon, vagy ki tudja, de nagyon jól esett. Én azt gondolom, hogy én valahol minden díjra büszke vagyok, mint ahogy mondtam, tehát én folyamatosan az eredményeimet sok-sok munkával, sok-sok áldozatra értem el, de hogyha az lenne a kérdés, hogy melyik talán amire inkább büszke vagyok díjam, az kb. 7-8 évvel ezelőtt nyertem egy díjat, ami tényleg nagyon, nagyon jól esett. Igazából az egy új díj volt, kitalálta egy nemzetközi cég, az egész világon csinálják, és Magyarországon is, ez pedig arról szólt, a leginspirálóbb vezető díj volt. Gyakorlatilag úgy működött, hogy interneten bárki szavazhatott az egész országban, és szerintek az országban ki a leginspirálóbb vezető. És hát végül is a legtöbb szavazat kapott első 10 vezetőt, azt egyszer behívták egy ilyen végső döntésre. Hát én éppen egy sérülésről értem vissza, feleségemmel beszélgettem, hogy jöjjünk vissza, ne jöjjünk vissza. Mondtam, hogy menjünk, azért illik vissza, ha már egyszer bekerültem a 10-be, akkor csak menjünk el, hát nyilván nem én leszek, hiszen vannak itt olyan emberek voltak, ugye akkor Szaubelek, Sugár András, Bokserik, tehát tényleg azok a csúcsvezetők, akik a legnagyobb cégeket vezették, de hát végül is elmentünk, és az egész folyamat úgy működött, hogy a 10 ember, a 10 legtöbb szavazatot kapott embert, ugye meghívták, és utána mindenki ott egy üres fehér papírt, és megkérték, hogy ilyen egy embert, hogy az ott lévő 10 közül ők kaphatja ezt a díjat. Érdekes ötlet. Begyűjtötték, és akkor ez csak eredményet is jött, és akkor megmondták, hogy szeretnék a győztes megkérni, hogy egy pár szót beszéljen. És ezt csak az innen, mert hallottam. A feleségem bokárugott, hogy mennyire neked kell beszélnem.
Úgyhogy tényleg ez nagyon megható, és nagyon, nagyon jó dolog volt. Az ember, ugye, ha kap egy díjat, akkor azt rettente megbecsülni, de hogyha ráadásul idézős versenytársaitól, kollégáitól kapja, az még többet ér valahol valamilyen szinten, úgyhogy ez egyik legszebb díj, amire legbüszkébb vagyok. Én a beszélgetés vége felé nem hagyhatom ki, olvastam is róla, de hát erről is nagyon keveset szokott beszélni. De magánemberként, cégvezetőként is, de magánemberként is nagyon sok minden támogat, segít. És ezt gyakran a legszűkebb pátriában teszi meg. Nem elég már ebből, hát már munkasikereim vannak, hogy régen mondták, elvtársak, munkasikereket értünk el. Munkáimban sikeres vagyok, a családom, hála Istennek, rendben van. És minek még ez is? Én úgy gondolom, hogy ez abszolút nem siker, és ez teljesen független, hát ez inkább sokkal inkább kötelesség. Tehát ugye, ahogy elmondott, és nem véletlenül, hogy a Cegléthez kötődöm, és az egyik nagyon fontos dolog Cegléd szempontjából a családi ház, a szülők, barátok, egy másik az iskola. Én nagyon szerencsés voltam, amikor nagyon jó általános tanáraim voltak, az osztályfőnököm, ami szerintem ma már abszolút kuriózumnak számíthat, egy aglegény volt, akinek a lakása az osztályterem volt. Tehát az osztályterembe ott voltunk, ott volt egy ajtó, és egyszer kinyit az ajtó, és az ő lakása volt. Tehát ő együtt lakott, ott lakott az iskolában. A nyara arról szólt, hogy egy hónapra elvitte a legjobb diákokat a Bükkbe, és főzött nekünk, kirándultunk. Ez egy fantasztikus alap volt, és ez akkor jött a gimnázium, a középiskola, ahol is egy olyan matematika tanárunk volt, Tóth Cifra Mihálynak hívják, aki egyrészt csak egy osztályba tanított az évfolyamonként, ráadásul pont az orosz tagozaton, úgyhogy kénytelen voltam orosz tagozatonra elmenni, és oroszból értségizni, hogy jó matek tanárom legyen, de tényleg egy fantasztikus egyéniség volt, és hát mellette az osztályfőnököm Verkei Imre pedig a magyar tanár, akitől rettentő sokat tanultam, és én úgy gondoltam, és amit tőlük tanultam az egész ezt, nem csak a szakmát, hanem valahol emberséget, tehát ők neveltek, igazi tanárok voltak, úgyhogy végzés után én visszajártam a gimnáziumba, sokszor beszélgettem a tanáraimmal, beszámoltam az eredményeimről, és egyszer beszélgettünk Tóth Mihállyal ott a lakásán, és valahogy följött, hogy hát a mai tanároknak milyen nehéz lehetőségük van, kevés a megbecsülés, kevés a pozitív visszajelzés, és akkor én felvetettem, milyen, hogyha csinálnánk egy év matematika tanára díjat Cegléden, és végül is beszélgettünk, és aztán én megkértem, hogy dolgozzak ennek a részleteit, nagyon végigbeszéltük, hogy mi is jelent, és utána ez meg is alakult. Tehát végül is most már 9 éve, évente egyszer két díjat kiadunk, az év matematika tanára középiskolában, egyetlen pedig általános iskolában Cegléden. Alapvetően a diákok, illetve a tanárok szavaznak, és megválasztják az év legjobb matematika tanárát. Hát sajnos ezügyben két dolog történt. Egyrészt időközben a volt matematika tanárom Tóth Cifra Mihály meghalt, úgyhogy ma ez a díj most már Tóth Cifra Mihály emlékdíjként szerepel. Egy másik dolog azért az volt, hogy amikor ezt elindítottam, úgy gondoltam, azt reméltem, hogy előbb-utóbb lesznek követőim, és esetlegesen más tantárgyakat valaki szintén hasonlóan fölvállal. Vártam, és ez semmi sem történt, úgyhogy végül is 4 évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy legalább még egy díjat a osztályfőnököm Verkei Imre emlékére alapítok, és most már ilyen szempontból minden évben 4 díjat adunk át, tehát év középiskolai matematikai, tehát a magyar tanára, illetve év általánoskolai tanára magyarul és matematikából van, úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok, és azt gondolom, hogy mindenféleképpen olyan dolog, amit ők megérdemelnek valahol, és hát én pedig rettentően büszke vagyok arra, hogy ők tanítottak engem. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. A ceglédieknek nyilván ez egy picit szívét melengető volt itt a befejező mondatokat hallani, de azt gondolom, hogy itt akik nézték ezt a beszélgetést, azok számára is sokat jelenthetett az, hogy egy sikeres ember nem magával van eltelve, mondom én, hanem
azokra az emberekre is gondol, akiknek köszönheti, vagy legalábbis sok közük van ahhoz, hogy sikert értek el. Azt kívánom, hogy ezek a sikerek folytatódjanak, és hát azt kívánom a nézőknek is, hogy közöttük is legyen sok-sok olyan sikeres ember, és olyan, aki sokat tesz a közösségéért, mint Beck György Zsolt, akinek a beszélgetést köszönöm. És köszönöm szépen.